Tordai Tinának hívnak, és 2018 fosztóképző. Nekem a legmeghatározóbb élményem az az volt, hogy, hogy itt azt éreztem szerintem, hogy, hogy jó, meg hogy, meg, hogy, meg hogy jó volt a közösség. Az nagyon meghatározó volt szerintem, meg talán az így utólag. Visszatekintve, hogy, hogy hiányzik, és hogy ez tök ritka, hogy egy közösség vagy ez a hely így hiányozon. Hát talán időben megérkezni az nagyon nehéz, meg, meg az, hogy, hogy olyan olyan feladatok, vagy hogy olyan témák vannak, amikkel tényleg kell foglalkozni, és hogy azért az úgy fejben nem mindig megy, mert azért suliba is jártam akkor, meg érettségi évemben is voltam, és még itt is kellett teljesíteni, de de így visszanézve ez eszméletlenül szuper volt, de nagyon nehéz. Hát, az, hogy mindig is ezt akartam, szóval eszméletlenül izgultam, meg hány ingerem volt, meg stb. De mindig az ajtó előtt, amikor még mielőtt így beléptem volna, azt gondoltam, hogy ezt akartam mindig is, és hogy mind, azt éreztem mindig, hogy jó helyen vagyok. Talán az, hogy határozottabb lettem az első, megjelenésem óta és ezt akkor kaptam amikor amikor az utolsó előadásunk volt és már nem tudom ki odajött hozzám hogy Tina és sokkal határozottabb lettél ez alatt a négy hónap alatt. Hát én szerintem rengeteget változtam végre azt érzem hogy így kinyíltam, meg megnyíltam, meg merek beszélni kicsit rizikósabb témákról, meg, meg talán még az változott, hogy máshogy viszonyulok az emberekhez. Mert nagyon meghatározó élmény szerintem mindenkinek, de már csak tapasztalat szempontjából is eszméletlen jó itt lenni. A közösségi színház nekem erőt ad, és, és néha ingyen almalevet, és nagyon jó fejembereket!